Én a mátyusi idősek otthonában dolgozok, a férjem kint dolgozik az egyik vállalkozónál, és a gyerekek olyan, hát ott is lehetett észrevenni, 2:30 tájon, hogy nagy szél jön. De hát meg se gondolt az ember, hogy itthon is ilyen szél lehet. Kanaras Mihályné éppen azt meséli, akkora volt a vihar mátyuson, hogy a szél hatalmas kukákat borított fel, leverte a palát és a cserepet a házakról. Tökéletesen látszik mögöttem, hogy ennek az épületnek megbontotta a tetejét, a hullámpalát levitte róla, sőt, mi több, még a tűzfal is sérült, de több ilyen ház is található ebben az utcában. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tegnap délután érkezett meg a vihar, hatalmas, erős szélökésekkel, viharos erejű szélökésekkel, 60-80 kilométeres erejű szélökésekkel, és főleg a megye keleti, illetve délkeleti részén okozott károkat. Itt a beregi részen Mátyus települést érintette, de jártunk Székelyben, Nyírbogdányban is keletkeztek károk, illetve a kollégáim jártak például Cseggöldön, illetve Rozsályban, ott is egy-egy házat érintett. Főleg olyan házakról van szó, amelynek nem volt erős a tetőszerkezete. A legtöbb érintetnek nincs biztosítása, önerőből pedig nem tudják megoldani a vihar okozta károkat, így ők valamilyen segítségre várnak majd a felújításokhoz. Ennél a háznál is azt mesélte az itt lakó Sebők Jánosné, hogy egy hirtelen érkező forgószél szedte le a cserepeket, a tűzoltók segítettek a tetőszerkezet megjavításában. Féltünk, hogy beázik, mert akkor, hogyha ott azt a részt, ami ott megbontott a tetőn, ott az a fél házat elázhatta volna. Ha esetleg feljön valami zivatar. Ugye, itt mondták, hogy hát nem a közvetlen szomszéd falu, nem Nyírbogdány, hanem a másik faluban, hogy ott már ömlött az eső akkor. Úgyhogy attól voltunk megijedve, de hát így már most kicsit nyugodtabbak vagyunk. A szombati viharos szél több helyen okozott károkat és fennakadást az ország teljes területén. Országosan vasárnap hajnalban fejeződött be a tűzoltók által a vihar okozta károk felszámolása. Összesen 240 olyan helyszín volt, ahova tűzoltói beavatkozást kértek. Jellemzően fakidőlésekhez, épületkárokhoz riasztották a tűzoltóegységeket. A legjelentősebb beavatkozás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt. Itt több járásban, a Mátészalkai, a Fehérgyarmati járásban adott jelentősebb feladatot a tűzoltóknak. Az épületkárok, mint egy 46 lakóház érült meg, itt a tetőszerkezetet bontotta meg a viharos erejű szél, de nem volt ritka sem, hogy az áramellátásban gondokat okozott a vihar, így összesen 34 településen mintegy 12 000 fogyasztási helyen szünetelt átmenetileg vagy részlegesen az áramszolgáltatás. Ha országosan nézzük, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mellett jelentős volt Komárom-Esztergom megyében a beavatkozások száma, illetve a fővárosban Pest megyében, és kisebb mértékben Heves és Borsod megyéket is érintett a vihar. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében főként Mátyus, Jármi, Kemecse, Nyírbogdány és Újfehértó környékén riasztották a tűzoltókat a hétvégén.